Cseh Miklós vagyok, a 3B System vezetője. Amikor idolokról beszélünk, általában vagy az idol oldalt szokták kiválasztani, vagy a talent követői oldalt szokták kiválasztani. Én úgy gondolom, hogy ha a témát mélyen meg akarjuk ismerni, akkor a kettőt együtt kell vizsgálnunk és együtt kell értelmeznünk, úgyhogy én ezt hoztam ide a mai napra önöknek. Amikor idolokat vizsgálunk, a RISE elemző rendszerünkkel teljes komplex személyiség és viselkedés analízist végzünk, számunkra a legfontosabb a döntéshozatali mechanizmusnak a megismerése. Összegyűjtöttük azokat az információkat, hogy amikor a végén egy idolt felmérünk, vagy egy menedzsert felmérünk, és megpróbáljuk beazonosítani, hogy idol skálán mi az, amit tudnak teljesíteni, egy 1-től 100-as skálán osztályozzuk az, hogy ki milyen mértékben számít idolnak, és ki milyen mértékben válhat idollá. A kategóriák pedig úgy néznek ki, hogy 0-30% között azt mondjuk, hogy nagyon sok erőfeszítés lehet beletenni az adott menedzserbe, de nem fognak idolként tudni szerepelni a megfelelő célcsoport szemében. Már szeretném hangsúlyozni, hogy amikor idolokról beszélünk, nem beszélhetünk általánosan arról, hogy minden egyes korosztálynak valaki az idolja tud lenni, nyilván vannak kivételek. De alapvetően, amikor idolokat vizsgálunk, akkor nagyon egyértelműen meg kell határozni, hogy kik azok a célcsoportok, akik szemében idollá kell válni az adott menedzsernek. Mivel a munkaerőpiacon a legnagyobb kihívás jelen pillanatban az 1973 és 96 között születettek, mai 23 és 45 évesek jelentik, ezért minden információ, ami elhangzik, az ő szempontjukból lesz vizsgálva, tehát az ő szempontjukból nézzük azt, hogy ki, hogyan és miért tud idollá válni, vagy nem tud idollá válni. A szervezetfejlesztésnek és menedzsment képzésnek ez egy nagyon kritikus pontja egyébként. Van, aki nagyon szereti, van, aki nagyon imádja, van, aki meg retteg tőle, amikor ide érünk, hiszen nem jó olyan információkat közölni, hogy például a magyarországi menedzserek, akiket eddig felmértünk, 1782 főről beszélünk, 28%-a nem válhat idollá e két célcsoport szempontjából. Ezek kemény kijelentések egyébként természetesen, de mivel személyiség és generációs alapon egyértelműen meghatározható az irány, hogy ki tud idol lenni, és ki nem tud idol lenni, ezért ezek eléggé fekete-fehér visszajelzések. 68%-a a menedzsereknek, akik ezen az idol indexen 31-70% közötti értéket kapnak, azok tulajdonképpen idollá tudnak válni, sajnos Magyarországon nem tanítják meg őket valóban idolként viselkedni, tehát van 68% potenciális idol egyébként a magyar menedzsment társadalomban, akik nem biztos, hogy idolként tudnak viselkedni. És van 4% egyébként Magyarországon, a menedzserek ebből a szempontból Magyarországon igen-igen jók, hozzáteszem, és igen-igen magas színvonalon vannak. 4%-uk, nem kell tanulni, nem kell képezni őket, alapvetően belső energiából és tulajdonságaiból fakadóan idolként tudnak szerepelni. Mik azok a befolyásoló tényezők, amik hatnak arra, hogy valaki idol tud lenni, vagy nem tud idol lenni? A legfontosabb ebből a szempontból az eredeti személyiség. Mi 3 személyiség állapotot vizsgálunk egyébként a viselkedésen túlmenően. Az eredeti személyiség, a jelen személyiség és az idolikus személyiség. Ha nagyon röviden össze akarnám foglalni, az eredeti személyiség az, akik valójában vagyunk, és minden egyes fontos döntésünket ezzel a személyiséggel fogjuk meghozni. A jelen személyiség az, amit mutatunk magunkból a bemérés pillanatában. Az idolikus személyiség pedig az a személyiség, ami egy belső hajtóerő, és olyanná szeretnénk válni. Erről majd későbbiekben szót fogok ejteni, hogy hogyan is alakul ez a történet ki. Ha megnézzük, hogy mik azok, amik hatnak az idol kép kialakulására, a legfontosabbnak mindenféleképpen a követők célcsoportját kell kiemelni, meg kell határoznunk, hogy milyen generációból valók az adott idolok, az adott követők. Az idol személyiség típusa a következő, és itt sorrendben raktam azt, hogy tulajdonképpen mik azok a személyiség faktorok, amik a legfontosabbak a mai követők szempontjából. Láthatjuk azt, hogy rövid távon az önmegvalósítók tudnak könnyen idollá válni, második helyen az uralkodók vannak, harmadik helyen a professzionalisták. Ha le akarnám fordítani nagyon egyszerűen ezt az egész történetet, akkor tulajdonképpen az önmegvalósítók nagyon kreatívan, nagyon dinamikusan tudnak kommunikálni, fel tudnak lépni, színpadon tudnak állni. Az uralkodó típus nagyon határozottan, dominánsan fel tud lépni, követői beállnak mögé, nem igazán kell nagyon semmit tenni ennek érdekében. A professzionalistának nehéz idollá válni, de amikor felfedezik azt, hogy milyen tudással és szakmaisággal rendelkezik, akkor tulajdonképpen egyre kedveltebbé válik a követők szempontjából.
Hosszú távon fordul a kocka, tulajdonképpen az uralkodók megmaradnak a második helyen, és helyet cserél egymásra az önmegvalósító és professzionalista típus, hiszen az a professzionalista típus, aki nem sokat kommunikál, viszont szakmailag nagyon erős, egy idő után, ahogy megyünk előre az időben, egyre inkább idollá tud válni, az önmegvalósítónál pedig egyre inkább kiderül az, hogy a szakmai háttér hiánya nagy problémát okoz. Sokkal jobban kommunikál, mint amilyen tudással rendelkezik, és ez az emberek számára látványossá válik. A negyedik személyiség típust én nem tettem ide fel a képre egyébként, az emberközpontú személyiség típus, ami egyébként a magyar átlag lakosság 69%-át jelenti. A legnagyobb probléma ma a mai üzleti életben, hogy az emberközpontú faktorral rettenetesen nehéz idollá válni, főként idolként megmaradni. Mi elég sokat dolgozunk a sportban, oktatás területén, egyetemeknek, építünk stratégiát, építünk imást, illetve nyilván az üzleti életben is, és óriási kihívásokkal küzdenek azok a sportvezetők, azok az egyetemi rektorok, akik úgy gondolják, hogy csak azért, mert 40 éve a pályán vannak, ők már természetesen a 20 éveseknek is idolként tudnak szerepelni a képükben. Ez sajnos nem így működik, vagy nem így működik. Úgyhogy az ember központú faktorra rendelkező, elsődleges személyisége rendelkező embereknek nagyon nagy kihívásuk van az üzleti életben az elkövetkezendő 7-8 évben is ezen a területen. Ha megyünk tovább, hogy milyen hatások vannak még, amire oda kell figyelni idol tekintetében, egyértelmű, hogy az idoloknak a generációja. Óriási generációváltás történt egyébként az idolképek tekintetében. Itt a bevezetőben egyébként volt szó róla, hogy ez mind politikailag, a pop életben, az üzleti életben mindenhol ott van nagyjából. Az 1973-84 között született generáció jelentős mértékben előre tudott nyomulni, jelentősebb mértékben, mint egyébként korából fakadóan azt igényelni az üzleti élet. Ez annak köszönhető, hogy két nem annyira aktív generáció után ők voltak az első igazán proaktív generáció, illetve az őket követő ambiciózusok. Nálunk egy 12 éven működő generációs kutatóbázis van egyébként. Társadalmi és szociológiai meghatározó eseményeket rendezünk táblába, visszamenőleg, történelmileg, és megnézzük azt, hogy mik azok a nagy események, amik hatnak az adott generációra, azok az események, amik majd a döntéshozatali mechanizmusukban felnőttként egyébként megjelennek. Én fel is tettem ide egy generációs kiragadást ebből az egészből. Látni lehet, hogy ott a diplomata generáció követi az ambiciózus generáció, és őket fogja követni a social generáció. Ha valakit idollá tudunk tenni a diplomata generációk tekintetében, akkor nagyon egyszerűen fogják őt követni az ambiciózusok, a social médiában felnőtt social generáció pedig egyértelműen követi őt. Tehát egy mai 34-45 év közötti menedzser, ha megtanul idolként viselkedni, akkor hosszú távra biztosíthatja a karrierjét és sikerét is egyébként. Nagyon fontos az idol szempontjából, hogy karakteresnek kell lennie. Látjuk itt a példában, hogy egy 1-től 10-es skálán jelöljük egyébként minden egyes személyiségfaktornak a meglétét az adott személyiségben. Egy 8-as személyiségfaktor, amivel rendelkezik az adott startup tulajdonos, egy nagyon sikeres startupnak a tulajdonosa, egyébként az ő ábráját tettük föl nyilván név nélkül. Nagyon könnyű idollá válnia, hiszen a követők meg tudnak fogni olyan tulajdonságokat, amiket tudnak szeretni és tudnak követni. A karakter gyenge embereknek nehéz ebből a szempontból idollá válni. A következő, amire felhívnám a figyelmet, ezt nyilván nem mondok vele újat, a hitelesség nagyon fontos az idolok szempontjából. Tehát, hogyha megnézzük a hitelesség mérését, mi ezt a személyiség módosulással és annak mértékével tudjuk kifejezni, az eredeti személyiség és a jelen személyiség közötti különbséget vizsgáljuk, ami azt mutatja meg, hogy mennyire fék az adott ember, mennyire mutat mást kifelé ahhoz képest, amilyen ő valójában. A fiatalok, a követők erre nagyon érzékenyek egyébként, nem szeretik a felvett tulajdonságokat. Pszichológusokkal másfél-két évvel ezelőtt még nagyon sokat vitatkoztunk, hogy egy menedzsereknek az a feladata, hogy beépítsen plusz tulajdonságot az életébe és egyebek. Sajnos ez a mai 20 éves generációknál, akik a fékségben nőttek egyébként föl, Instagram, social media és egyéb tekintetében, ők ezen nagyon gyorsan átlátnak. Mi arra tanítjuk mindig a menedzsereket, hogy ismerd meg magad, tudd, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezel, és azokkal a tulajdonságokkal próbáljál érvényesülni. Ne akard megjátszani magad. Megfigyelhető az, hogy azok a menedzsereink, akik idolként tudnak jelen lenni és idolként megmaradtak, 25%-os személyiségmódosulás alatti mértékkel rendelkeztek. A magyar menedzsereknek az 1782 főnek az átlagos módosulás mértéke 48% volt egyébként.
És a negyedik az pedig nyilván az eredmény, csak az eredmény is rettenetesen szubjektív. Én nekem volt szerencsém, meg hát nyilván szerencsém is, meg szép volt, meg jó volt, de voltak árnyoldala is a dolognak. Elég régóta dolgozunk a sportban egyébként külföldön és Magyarországon is, és válogatottak mellett ott voltam szövetségi kapitányoknak, szövetségi elnököknek vagyok és voltam is a mentora. És nagyon nehéz volt nézni, amikor egy 20 éves csapathoz oda tettek egy jól kipróbált, már 40 éve bizonyított 58-62 éves edzőt, és egyszerűen protestáltak ellene nekik azok az eredmények, amiket ő elért, BL-t nyert, világválogatottat vezetett, és egyébként ez a mai 18-22 éves embereknek nem egy érték, hiszen a mai modern technikákat nem tudta úgy alkalmazni, és sajnos akármilyen nagy emberről volt szó, elszállt a válogatott a kritikus pillanatokban. Nyilván vannak olyan eredmények, amik magukért beszélnek. Én az előző, azt hiszem, hogy 2 hete találkoztam a Vízilabda Szövetség elnökségének egy részével, és mondjuk amikor 3-szoros olimpiai bajnokokkal találkozik az ember, akkor nyilván az úgy segíthet idollá válni és idolként megmaradni egyértelműen. Na és hát az 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 ábra, amitől hát vagy nagyon örülnek a partnereink, vagy nagyon izgatottan várják, aztán annyira nem örülnek a végén, ugyanis a két Business Idol Index elég jól megmutatja azt, hogy milyen lehetőségei vannak az adott menedzsernek az üzleti életben. Miért fontos idolnak lenni? Be kell tudnunk vonzani embereket, a követők akkor fognak bejönni a cégünkhoz, hogyha idolok vannak ott, és meg kell tudnunk tartani ezeket az embereket. Az egyik a short, a másik pedig a long term idol index. Ennek a vezetőnek 40%-os képessége van arra, hogy be tudja vonzani az embereket, idol tudjon lenni első pillanatra és rövid távon. De 10%-os lehetősége van arra, hogy idolként meg tudjon maradni. Persze ilyenkor nem azt mondjuk a startup tulajdonosnak, hogy akkor csukd be 6 hónap után az üzletet, mert tulajdonképpen a legjobb embereid nem fognak idolként tekinteni rád, hanem gyorsan lépjél majd hátra, és hozzál be egy olyan menedzsert, aki viszont nem tudna idollá válni első körben, de idolként meg fog tudni maradni, és ő irányítsa a céget nap, mint nap, ő legyen ott, te meg menjél be, és jelenjél meg rövid időre, motiváld őket, de nagyon gyorsan hagyd el a telepet. Miért van az, hogy idolnak kellene, és hogyan tudunk idollá válni? A magyarországi menedzsereknek ez még mindig furcsa, sztorit kell építeni magunkról. Sztori nélkül nem tudnak megfogni bennünket a követők, nem tudnak mit követni. A sztorihoz kell, hogy ki vagyok, honnan jöttem, mi a rendszerem, milyen unique expertise-em van, ez minden egyes fejlesztésünknek az első workshopjának a téma, mert már ma nem azt várják el a fiatalok, hogy Magyarországon valami extrát nyújtson az ember, nem, világviszonylatban, globálisan valami olyan tudással rendelkezzen, valami olyan specialitással legyen már a nevének is egyébként, a szakma nevének is, hogy az vonzza a tekinteteket. Nekem is, amikor annak idején a csapat egyébként elkezdte építeni a mondjuk úgy idolképemet, hogy a business mentor pozíció nem létezett ilyen szempontból, és mindenki rákérdezett, hogy de mit jelent, hogy lehetett róla beszélni. Ez egy sztori volt, amit el kellett mondani, és egyébként a követőknek nagyon fontos. A kommunikált külsőségek, hát ebben megint le vagyunk maradva nagyon a nyugati üzleti életben, főleg az USA-ból nagyon sokat hozunk recepteket egyébként. Mit veszünk föl? Igenis elvárják a fiatalok, hogy brandi klócokat hordjanak a menedzserek, olyan dolgokat, órák legyenek rajtuk, amiket ő nem tud megfinanszírozni. Vagy ha meg tud finanszírozni papa segítségével, nem ő tudja megvenni. És nagyon fontos ez egyébként, hogy hiteles legyen a hangulata az idolnak. Nagyon nagy tévedés az, amikor azt mondjuk, hogy hát csak mosolyogva menjünk be. Az idolnak embernek kell lenni, az idolnak vannak rossz napjai és jó napjai, és ezzel tisztában kell lenni. És hát a kommunikáció, a saját kommunikációm, a személyiségemhez illő kommunikációm. Én ezt is raktam fel egyébként, hogy az én személyiségemhez, a professzionális személyiséghez egy nyers, őszinte kommunikáció, sallangmentes kommunikáció illik, nem feltétlenül kedves és aranyos bizonyos szituációkban, de nem is azért fizetnek egyébként a partnerek ilyen szempontból, hogy azok legyünk. És nyilván fekete-fehér jelleggel mondjuk meg a tényeket, hogy a változás be tudjon indulni. És hát tulajdonképpen van egy olyan megjegyzés, amit mindenféleképpen bele akartam tenni, bár jó megfoghatatlan, ez az international feeling, ami a követők számára rendkívül fontos. És az international feeling azt jelenti, hogy globálisan, nemzetközileg
látásmóddal kell rendelkezni a menedzsernek. Nem fordulhat az elő, hogy a követő többet utazik és több helyet látott a világban, mint az idol egyébként ilyen szempontból. Ezt el szoktam mondani a partnerimnek, hogy hát, hogyha szeretné jó céget építeni, akkor tessék elkezdeni utazni, mert az Airbnb-s generáció, amikor azt mondja, hogy Európa 17 országában voltam ott, és már Dél-Amerika 4 helyén jártam, és amit meg azt mondod, hogy én már egyszer elmentem Szlovákiába, az nem annyira jó történet. És hát sokáig meg nem tudod kikerülni a témát, hogy mégis hova mész nyaralni, és hova nem mész nyaralni. Megnéztük az idol oldalt, jöjjön a követői oldal. Mi az, ami a követők szempontjából vizsgálandó? Hát egyrészt tudni kell azt, hogy amíg az idoloknál az eredeti személyiségre kell helyezni a hangsúlyt, a követőknél nálunk az idolikus személyiség az, ami érdekes, hiszen az idolikus személyisége fogja vezérelni azt, hogy kit követ. Mi az az idolkép, amit egész életében követni fog? Ez 8-14 éves kor között alakul ki egyébként, mi sportban, edukációban és üzleti életben a menedzserek gyerekeiről van szó egyébként, sőt most már gyerekotthonokat is el fogunk kezdeni mérni, 10 éves kortól vannak tesztjeink, és nagyon jól lehet látni azt, hogy 8-14 éves kor között kialakul a megfelelő idolkép. Sorrendbe tettük azt az eddig itt közel 6000 elemzésünk, gyerekelemzésünk alapján, hogy mik azok a faktorok, amik az elemzett személyek elmondása szerint, elemzett személyek, itt gyerekekről van egyébként szó, az ő elmondásuk szerint a legnagyobb hatással volt arra, hogy milyen idolképet alakítanak ki. Első helyen egyébként a szülők vannak, meg tök meglepő módon. Második helyen viszont az idősebb fiú testvér szerepelt nagyon sokszor, tanár és az edző. Viszont az idolkép kialapulása épülhet elfogadásra, de ugyanúgy tagadásra is. Tehát, hogyha én nagyon nem ismerek el egy tanárt, ha én nagyon nem szeretem az edzőmet, akkor minden olyan tulajdonság, amivel ő rendelkezik, el fogom utasítani, és az ellenkezőjét fogom idolképként felépíteni saját magamnak. Ez az idolkép 15-23 éves korban egyébként változhat. Nagyon sokan beugranak ebbe a csapdába, amikor a gyerekeket 18-19 évesen akarják megvizsgálni, felmérni ebből a szempontból, hiszen ilyenkor elkezdik a celebeket, az élsportolókat és egyebeket követni, mert fenszik akarnak lenni. Sőt, az új generációnál már a szuperhősök, talent show bajnokok ugyanúgy ott vannak, hiszen valamilyen szempontból idolként jelentkeznek. De ez, amikor elkezdik a munkát, egyébként visszatér a 8-14 éves korban betapadt idolképhez. Onnantól kezdve már csak egy nagyon erős, szoros kapcsolat egy nagyon erős idollal tudja megváltoztatni, ez vagy partner, vagy pedig egy olyan főnök egyébként, akivel napi kapcsolatban van az ember. Az idolikus személyiség és az eredeti személyiség vizsgálata kritikus abból a szempontból, hogyha hosszú távra szeretnénk gyermekkel vagy munkavállalóval tervezni. Hiszen nekünk azt kell megnézni, hogy ez a belső csendes hajtóerő, ez milyen irányba fogja hajtani az adott követőt. Az eredeti személyiségtől való távolságot meg kell vizsgálni, hiszen ebben az esetben meg tudjuk mondani, hogy kiegyensúlyozott munkavállalónk, vagy kiegyensúlyozott élsportolónk lesz-e. Most olimpikonokat mérünk fel egyébként, akik Tokióban részt fognak venni, magyar és külföldi szituációról is beszélek, és nagyon jól lehet nézni azt, hogy bizonyos stresszfaktorok megjelennek akkor, amikor az idolképi és az eredeti személyisége teljesen távol van egymástól. Egy folyamatos stresszben van, a kiélezett szituációkban nem tudja a legjobbját hozni az adott sportoló. Ezen lehet segíteni egyébként nyilván, csak hozzá kell nyúlni a témához. Minél nagyobb a távolság, annál nagyobb stressz alakulhat ki egyébként, és az üzleti életben 80% fölötti idol indexel rendelkező emberek tudnak erre igazából hatással lenni. És amikor szervezetet építünk, és egy menedzserhez, egy adott vezetőhöz keresünk munkavállalókat, a profiljának a meghatározásánál ott van minden esetben, hogy mennyire egyezik az idolnak az eredeti személyisége, és a behozandó embernek az idolikus személyisége. Ha ezek távol vannak egymástól, hosszú távon nem fognak tudni hatékonyan együtt dolgozni, ha közel vannak egymáshoz, akkor pedig egészen jó kapcsolat ki fog tudni alakulni közöttük. És akkor eddig próbáltam tényeket mondani, meg objektív álláspontot behozni a képbe, de hát nyilván azért vagyok itt, meg azért vagyunk tanácsadók, hogy valamilyen szempontból megoldásokat is tudjunk adni az emberek és a hallgatók kezébe. Úgyhogy én kiemeltem egy pár megoldási faktort, az idolképnek az építése és a céges és egyéni imázsnak az építése. Ez a két legfontosabb dolog, amit én úgy gondolom, hogy ma meg kell tenni az üzleti életben. A hazai vezetők 68%-a potenciális idol.
Tehát őket képezni kell. Ez egy irdatlan magas szám egyébként nyugati kultúra tekintetében is. Az USA-ban ez 33-34% körül van, csak hogy lehessen mihez hasonlítani. Európában még gyengébb ilyen szempontból a helyzet. Viszont ők sokkal több idolt fel tudnak mutatni, mert speciális képzéseik vannak, high schooltól kezdve idol képzésekre járatják az embereket, és megtanítják, hogy hogy kell eladni saját magukat. Mi elkezdtük ezeket a programokat egyébként minden üzletfejlesztési programunkban a partner, addig egy tapottat sem megy, nincsen szervezetfejlesztés, amíg ezt az idolkép építést el nem kezdjük. Hiszen egyébként nincsenek ilyen programok, mert nagyon babrás program. Tehát itt 14-15 elemző tanácsadó emberem dolgozik nekem is egy adott cégnek az idolképzési programján, hiszen social media ismeretet, PR ismeretet kell adni, diplomácia ismeretét és a hagyományos management skilleket oda kell adni. Ezek 6-12 hónapos programok. Nem igazán kifizetődő egyébként a történet, hozzáteszem, tehát nyilván beletesszük az energiát, mert utána saját magunknak okozunk egy pozitív szituációt, hogy a szervezetfejlesztésbe például pillanatok alatt tudunk embert hozni, nincs olyan pozíció egyetlen egy cégünknél se, ahol amit ne töltöttünk volna be, akár 2-3 hónap alatt még csúcsvezetők is, ha beszélek. A másik fontos pedig a cég és az imázsépítés. A hazai cégvezetőknek meg kell tanulni, hogy ők nekik is terméknek kell lenniük. Csak terméket tudnak megvenni a követők, bárki csak terméket tud venni egyébként, és ehhez pedig a megfelelő kommunikációval kell rendelkezni. Sajnos a PR szakma nem áll a magaslatán Magyarországon, nagyon finoman fogalmazva, ugyanis még mindig azzal foglalkoznak, hogy minél több helyre, minél több emberhez jusson el a kedves menedzser, ezzel sokszor tönkre is teszik egyébként a karrierjét. Egy számot nekem döbbenet volt, amikor imázsépítéssel elkezdtünk foglalkozni, hogy például az Encore letöltő oldalnak 986 ezres látogatottsága van. 986 ezer, és feltételezem nem a 60 éves emberek és nem 50 éves emberek töltik le a dolgokat. Tehát ez a célcsoport teljesen megváltoztatta a kommunikációs és fogyasztási szokásokat. Tehát amikor jönnek a partnerek hozzánk, és büszkén mondják, hogy ő ebbe a tévében is ott volt, annak a kereskedelmi tévének az adásában is nyilatkozott meg egyéb, akkor mindig fogom a fejemet, hogy akkor lesz mit helyrehozni egyébként ilyen szempontból, mert a fiatalok social médiában működnek egyébként, másként nem lehet őket elérni, és van egy új szabály, nem az a lényeg feltétlenül, hogy hol és mennyi helyen van ott az adott ember, sokkal fontosabb, hogy hova nem szabad elmennie. Mi az a konferencia például, ahova nem szabad elmennie egy idolnak, mert nem jó hatással van rá. A követők nem sokra tartják azt az ívüntöt, és ebből negatív következtetéseket tudnak levonni. Tehát ma már egy kommunikációs szakembernek nagyon-nagyon résen kell lenni, hogy a piacon hova küldi az emberét egyébként. És hát tulajdonképpen még egy pár tanulságot a végére feltettem, aztán elköszönünk egyelőre, és majd ugyanezt megpróbáljuk egy műhely munka keretében is folytatni egyébként, hogy a gyakorlatban hogy néz ki ez a történet. Idollá válni vezetőként én úgy gondolom, hogy kötelességünk, ezzel az idol pozícióval élni pedig felelősségünk, hiszen a követőkre hatással vagyunk. Idolként élni kiváltságos és nagyon jó dolog. Ez bemenni úgy a munkahelyre, hogy örömmel dolgoznak ott, nem kell motivációs rendszereket építgetni hetente, hanem egyszerűen jó érzésben, ez egy nagyon fantasztikus dolog. Csak arra figyeljünk oda egyébként, hogy a minyonok, azok behunyt szemmel tudnak követni bennünket, de nagyon sok esetben oda tudják adni a létcsapót a medve legyőzéséhez. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet.